A hosszú temető a város patinás sírkertje, Poklosi Péter, a város szépítő és védő egyesület elnöke és segítői hosszú évek óta ápolják és óvják a síremlékeket. Egész életedet a közügynek szentelt, páratlan, igazság szerető, rendíthetetlen jellemű, hős, hívő férfiú, nyugodjál békével. Ez kb. Fél év volt, mire az utolsó négy csapat kibogaráztam, de annyira el van pusztulva a homokkőben a véset, már szinte nincs is mélysége. Nemrégiben temetői sétára invitálták a Székesfehérvár város története iránt érdeklődőket. A temetőben két művészi, tehát márkás művész által készített síremlék van. Az egyik a Bori Jenő által készített bronzszobor, ott a bejárat közelében, az az ülő figura. A második pedig Kallós Ede műve, itt a heken a család. A program keretében Poklosi Péter, az egyesület elnöke, rendhagyó történelem órát tartott a temetőben nyugvó neves személyiségek síremlékeinek és a művészi értékű alkotásoknak a bemutatásával.